semi-final for junior women in C1 1000 meters. In lane 1, Anna Funtak representing Croatia. In lane 2, Julia Kocábor representing Poland. In lane 3, Tatiana Smilovenko from Ukraine. In lane 4, Afinia Skrohin from Thailand. In lane 5, Alina Sabudan from Moldova. In lane 6, Valentina Corneo from Chile. And in lane 7, Stella DeSantis from the USA. During the morning program, we had two heats in this category. We have Kazakhstan, Hungary, Canada, Portugal, Germany, and Spain already in final eight. The first three of this semi-final will join these six ladies, and the rest will be out. Seven competitors, three places in the final. And it seems that Tatiana Smilovenko from Ukraine will be in the leading position, followed in lane 3, we can see Tatiana Smilovenko from Ukraine. On her right, Afina Stroichi from Thailand. These two ladies are in the first two positions, and Julia Kocábor in lane 2 from Poland was in the third position at 500 meters. A délelőtti előfutamokból a kazah, a magyar, a kanadai, a portugál, a német és a spanyol hölgy jutott már közvetlenül a döntőbe. Ebből a középfutamból az első három helyezett csatlakozhat hozzájuk. Jelenállás szerint az ukrán Tatiana Smilovenko, a tájföldi Afina Skrojcic és kettes pályán a lengyel Julia Kocábor a legközelebb ahhoz, hogy a döntő résztvevője legyen, de nagyon jön itt alul, kék hajóban. A moldáv Alina Szák után is. Látjuk, hogy ki lesz az a három, Györe Pannáékhoz csatlakozhat a döntőbe. Azt gondolom, hogy a hármas pályán Tatiana Smilovenkónak, az ukrán versenyzőnek nagyon-nagyon kéne ahhoz hibáznia, hogy ne legyen ott az A-döntőben. Az utolsó 200 méter vár még rá, illetve tőle jobbra a négyes pályán táj Afina Skrojcicra. Ők ketten elég magabiztosnak tűnnek az első két helyen. És most már Alina Szák után a moldáv versenyző az ötös pályán az, aki a harmadik helyet hozza. Úgy látom, hogy fent a lengyel versenyző egy kicsit elfáradt. It seems that Tatiana Smilovenko from Ukraine, Afina Skrojcic from Thailand, and Alina Sakutan from Moldova will arrive in the first three positions, and they will join the final. Yes, Ukraine and Thailand, the first two positions. Moldova in the third place, so they are the finalists. Stella DeSantis from the USA came in the fourth position. Julia Kocábor in the fifth. Valentina Corneo from Chile in the sixth.